Szevasztok, ez itt a Game Day Iroda és a Kodu Challenge rám eső része. Gergővel versenyzünk, és mindkettőnknek van max. egy órája arra, hogy csináljon a másiknak valamilyen játékot. Minimális programozói ismeretünk van, én jártam ilyen egyetemre is, de ennek a Kodunak pont az a lényege, hogy már általános iskolás kortól lehet használni, és arra jó, hogy megtanítsa veled a programozáshoz szükséges gondolkodás módot. Hű! Szóval, kreatívabb vagy-e, mint egy általános iskolás? Nem mondom, hogy nem félek ebben a versenyben. Oké, szóval én kitaláltam Imrének egy ilyen Pac-Man / Mirror's Edge / Metroid / egyikre se hasonlít féle játékot. A lényeg igazából az volt, hogy hogyan tudom leginkább, a leghatékonyabban felidegesíteni az öreg Imrét, és én úgy gondolom, hogy ez sikerült is. Görgőre ezt csinálja. Talajhúzás a kamera pálya, zoomálás a kerék görgetésével, és aha, tegyünk be egy almát, ez volt a jelen az oviban. Ha tegyük föl, hogy megszerezzük az almát, csináld, eszik, művelet, beállítás, átvált, beágyaz, lövés, leküzd, tartás, hal, teknőc, bánya, Minecraft. Space, nem ugrik. Ó, valamit csinált, mit csináltál? Ha. Ó, játékvezélő billentyűzet, király. Ha, billentyűzet. Ha billentyűzet mi? Ha billentyűzet, ó, ez az. Billentyűzet VSAD, csinál, mozog. Az első és legfontosabb elem az, hogy first person, úgyhogy az egérre nem lehet forgatni a kamerát. Ez már borzasztóan irritáló, de csak nyilakkal tudunk előre menni, és rögtön ránk jön egy rakás dolog, amiről nem tudjuk, hogy micsoda. Ilyen polip, olyan polip. Nos, ezek a polipok csak lesztanolnak, nem bántanak téged. És ez miért valami jó? Azért, mert nyilvánvalóan ez a rengeteg hang és fény és színhatás, ami itt az emberre jön, az egyszerűen túl sok, és mozgásképtelenné tesz. Ez tehát az irritáció első foka, de ennél még megyünk tovább is. Például... Yeah! Ha ütközünk egy almával, csinálja tartás. Megragad. Király! Teszt. Minden programozás lényeg a teszt. Ennyi. Második ilyen irritáló dolog az az, hogy itt van egy ilyen ágyum, akit úgy programoztam be, hogy lövöldözön nyilván, de mondja azt, hogy HA! Greetings! Ez azért fontos, mert most az új Hearthstone kiegészítőben a Pirate Warrior nagyon erős, sokat tauntol, és akkor ezt hallja az Imre folyamatosan újra, meg újra, meg újra. És itt sem szabadul tőle. No! Hát itt vagyunk. Hát itt vagyunk. Pont számot kérek. Ha földön, azon a típusú földön van a karakterünk, csinálja lejt. Okay. Aztán van itt egy nagy narancsága lövedékeket lövő ágyú, ami átlát az egész pályán, ezért folyamatosan bombáz a nulladik perctől kezdve, és így az ember képtelen rájönni, hogy igazából honnan is jönnek ezek a rakéták. Az víznek át kell menni a telep felett. That's what I'm talking about. Leesett az alma a vízbe. És azt hinni az ember, hogyha megöltünk mindenkit, akkor vége van a játéknak. De nem. Ugyanis ez egy labirintusos játék is. A hatalmas fák árnyékában meg kell találnunk valamit, és ahogy ide bejövünk a főtérre, innen indult az első polip. Itt látunk egy zöld almát, amit ha felszedünk, végtelen mennyiségű pontot kapunk, mert egy istennek nem tudok rájönni, hogy hogyan kell beállítani egy pont limitet, de hogyha rámegyünk, ő azt mondja, hogy fel-fel huszárok a csatára. Ha haverunk ütközik jéghegynyel, meghal. Yeah! A legirritálóbb dolog a first person játékokban nyilvánvalóan a platforming, úgyhogy belehelyeztem egy ilyen elemet, fel kell szenvedned magadat az ugrás készsége nélkül ezekre a platformokra, és itt, hogyha tovább mész, akkor ott van, elnyerheted a hatalmas almát, ami, hogyha brrrr, mész, gyerünk, menni fog, ez az, kapd el, akkor lesz tanul és vége.
A piros almára kell menni, ami csak akkor látható, hogy az ember felszette a zöld almát, tehát ez egy ilyen lépcsőzetesen emelkedő dolog. Eddig jutottam, ez is meg kell küzdeni nekem, a gondolkodásom nem kifejezetten programozó kész, viszont van egy escape gomb, hogyha az ember megnyomja a shiftet, akkor felrobban a karaktere. Na ez lesz az én játékom, amit így szűk egy óra hossza alatt csináltam Gergőnek, mindenfajta előzetes kodu program ismeret nélkül. Úgy gondolom, hogy minden csak azon múlik, hogy mennyi időt raksz bele. Oké, állítsunk be most mindent, hogyha hozzáér a kodu, akkor felrobban. Oké, legyen ez majdnem mindennel, legyen ez vele is, állítsuk be. Ez így tökéletes lesz, rendben, és akkor most neki tudunk menni ennek a fának, és meghalunk. Tök jó! Oké, szóval körülbelül így néz ki, lássuk, hogy Imre hogy boldogul vele. Oké, akkor most jön az én játékom, ami egy FPS játék. Hallom. Gyerünk! Én azt sem tudtam, hogy ebben lehet FPS-t játszani. Bizony! FPS. Uha, tudok lőni? Uha, tudok lőni. Jaj. He, greetings, mit kell csinálni? Mi a gól? Mi történik? Oh! Várjál. Mindenki jön rá, mindennek vége. Engem ültöznek, nem áll. Ott egy alma! Mondd, hogy nyertem? Nem. Ha nem. Nézd meg, mondott valamit az alma, Imre. Mit mondott az alma? Szerezd meg újra a démon almát. Mit mondott az alma? Szellem alma. Meghaltam. Nem, most. Most haltam meg. Kikerültem ezt a valamit, ezt a csőrös valamit. Várj, így megmászom ezt, ez így jó, ugye ez nem cheat. Nem, ez be van számolva. Nem cheat, ez be van számolva, király. Itt is fel tudok jönni. A végtelenbe is tovább, föl, még. Ott az alma, mit mond az alma? Azt mondja az alma, hogy fel. Valamit mondod, hogy fel. Nem segít, ezt látom, jó? Így nem fog sikerülni, én azt gondolom. Igen. Figyelj, a játék készítők is mindig úgy gondolják, hogy ezt meg ezt nem lehet megcsinálni a játékukban, aztán megtalálják az emberek a glitcheket. Oké. És akkor nyerek. Oké. Figyelj. Ó, hallod? Az milyen skill rám volt eddig? De nem arra fordul, mert én akarom, hogy forduljon. Alma nyertem. Leesett az alma! Megtörtem a De játékot! De miért? Megtörtem a játékot! Ah. És akkor most jöjjön az én játékom, Gergőnek, ami egy teljesen más stílusú játék. Oké, itt vagyok. Nem bulizik, jó? Oké, ezzel robottal tudok menni. Micsoda, particle effect, gyerekek, oké. Nem merek innen kimozdulni, mert minden meg fog ölni. Azt mondja, hogy ez ott egy alma, az jó. Azok mik, azok a herék ott a távolban. Várj, mert van életcsíkük. Tudok lőni. Oh shit, tudok lőni. Jó, akkor most lelövünk először is mindenkit, miért elmozdulunk. Azaz, die! Oh shit! Látod, ezek mik? Ezek a kodukat szét tudom lőni? Ez tutoriál. Oké, jó, nézzük meg, hogy mi van. Wow! A víz és a jég nem tesz jót az áramköreidnek! Na ne mondd! Felveszek egy almát. Oh! Megvan egy alma! Shit, ezt be lehet venni, nagyon király. Oké, akkor ez ilyen dolog lesz. Hogy kell a kamerát irányítani? Nem tudom irányítani. Ez egy... Ezt azért csináltam ilyenre, hogy jó, nehéz legyen irányítani. Oké, gyűjtsd össze az almákat és vidd be a bázisba. Ez a bázis, ez az! Jó? Dögöljetek meg, mert nincs rátok szükség. Nem tudnak megdögölni. Mi történik, ha hozzájuk érek? Akkor beszélnek. Oké. Leestem. Hát a víz és a jég nem tesz jót, az áram köreidnek. Jó. Oké. Aha. No! Ne, de nem kanyarodik eléggé rendesen. Ne! Látod? Ja, hogy mert ez így? Ezért, Fix kamera van. Shit. Én nagyon hülye az irányítás. De nagyon hülye az irányítás, nem tudom, hogy mit csinálok. Gyere, nem, úgy, jó, le, ez az, igen. Ja, mert égtáj szerint megyünk. Jó, igen, és akkor... Igen, 4 pont, ennyi. Nem, na jó, ez most nem fog menni. Nem fog menni, égtáj szerint. Égtáj szerinti, no para. Pici jobb. Pici bal, hátra. Azt megcsináltam, hogyha neki vész a fának, akkor fölrobban, de az túlzásnak éreztem. Ezt kivettem. Ez megtisztelő. Bam! Yeah! Oké. Mit tanultunk a programozásról, hogy általában, Imre? Rögtön azt láttuk, hogy igazából minimális programozási ismerettel, ám de programozási
gondolkodással már egy ilyen kódú szintű programozást tanító szoftverben ilyen jó kis dolgokat lehet összerakni, és tök jó példa volt, hogy egymástól függetlenül csináltunk a másiknak játékot, mert nekem lövésem se volt például, hogy FPS nézetű játékot lehet ebbe csinálni, lehet azt csináltam volna én is. Mm. De itt tök jó, mert azt láttuk, hogy mennyire máshogy gondolkodik a másik, és hogy ez a két különböző gondolkodás mennyire különböző végeredményt jelent. Igen, na most az kétségtelen, hogy azért rengeteg minden van még ebben a kódban, amit mi nem használtunk, kreatíve kevés időt töltöttük így vele, de ezen túl is láttam, hogy például borzasztóan komplikált feladatokat lehet benne megoldani, amire nekem már nincsen mentális kapacitásom, és nem azért, mert nem akarok vele dolgozni, hanem azért, mert azért tényleg egy szinten túl már ehhez egy olyan programozói attitűd és gondolkodás és mentális folyamat kell, ami elsajátítás kérdése. Tehát ez bármennyire is gyermeteknek tűnik kívülről, azért egészen érdekes komplexitásig el lehet vele jutni, de úgy általában a programozás élményét, élvezetét és eredményeit azt át tudja adni, nyilvánvalóan ennél sokkal nehezebb dolgokról beszélünk, de úgy a főszerkezetet megérti az ember. És most ti következtek, aki kedvet kapott a kodúzáshoz, annak van egy hete arra, hogy valami jó kis játékot összedobjon nekünk, és a beérkezett pálya művek számától függően a legjobb kedvenc hármunkat, vagy legjobb ötünket kiválasztjuk, és meg is mutatjuk. Így van, szívassatok meg, vagy találjátok elénk egy fantasztikus kalandot, egy gyönyörű történetet, egy epikus gondolatot, mi végig fogjuk játszani, felvesszük és visszaadjuk nektek. Nagyon fontos, hogy a játékot és a programozói tudást archoz tudjuk kötni, ezért, amikor elkülditek nekünk a játékaitokat, akkor küldjetek el egy olyan maximum fél perces ilyen kis bemutatkozó videót, amit a YouTube-ra föltöltötök, a linkjét mellékeljétek az e-mailbe, és akkor el tudjátok mondani, hogy hello, én vagyok a Kovács Józsi, 14 éves vagyok, vagy 23, és a játékomnak az a lényege, hogy ennyi idő alatt csináltam, és szevasztok, és akkor meg tudunk mutatni benneteket. Így van, nyilvánvalóan senkit nem fogunk megszivatni, nem kell ettől tartani, de mindenképpen jó lenne, hogy ilyen módon is kapcsolatba tudnánk lépni a kollégákkal, úgyhogy küldjétek el, mehet a menet, mi várjuk. Szevasztok!